Az oktató és diákja mutatta be a már szinte kihalófélben lévő citera hangját. A furúja és a vonós hangszerek népszerűbbek, ám a citera térségünkben egyre gyakrabban merül feledésbe. Úgy gondolom, hogy soha nem született úgy egy gyerek meg, hogy szereti a népzenét, és ezt így próbáljuk okokosan ötvözni a gyerekeknek, hogy délután és este nagyon jókat játszunk, ami nem feltétlenül népzenével kapcsolatos, a vonós és fúvós hangszerek megismerése mellett néptánc tanulásra is lehetőségük nyílt az idei táborlakóknak. Vannak olyanok, akik már egy évtizede járnak ebbe a táborba. Nagyon sokat lehet fejlődni, mert egész héten gyakorlunk majdnem napi hat órát, és ez azért megadja a hatását két éve járok, és én táncolok most, és szeretek táncolni, és tetszik ez a tábor, mert sok benne a játék. Az egy hétig tartó tábor ideje alatt számos népdal tanulnak a gyerekek. Vasárnap este a Temerini Színház teremben gála este mutathatják be a kicsik népzenei tudásukat és ügyességüket. A népzenei és játéktábort a Betlen Gábor alap támogatta.